És köszöntöm Elritók Nóra pedagógus, az Igazi Öngy Alapítvány vezetőjét. Jó reggelt, jó napot! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Karácsony, segítség, vagy segítség mindazoknak, akiknek az Igazi Öngy segíteni próbál, hogy lehet idén ezt megtenni? Hát a járvány az alaposan átszervezte a mi karácsonyi adománygyűjtésünket is. Mi ugye Kelet-Magyarországon dolgozunk a Betyújfalui járás tartozó térségben, és tavaly 27 településre jutott el az Igazi Öngy karácsonyi ajándéka, mintegy 1200 családba. Évről évre növekedett ez, és ebben nagy segítségünkre volt a Klubrádió, hiszen már évek óta hagyomány az, hogy egy közös kampányt indítunk, aminek az a címe, hogy ajándékoz karácsonyt, és ebben hát még Pikó András találta ki ezt a hármas dolgot, hogy legyen a gyerekeknek egy ajándék, egy cipősdoboz ajándék, legyen a családnak egy csomagtartós élelmiszer, és lehetőleg egy briket csomag is, és akkor így a gyerekek ajándéka, a vacsora eleg is a karácsony idején egy picit könnyebbé teszi azoknak a családoknak a napjait, akik nélkülöznek. Ment ez szépen minden évben, de az idén azért alaposan át kell ezt gondolni, hogy hogy tervezzük meg. Azt találtuk ki, és hát áldom az eszemet, hogy idővel indítottuk, hogy nem várjuk meg a november végét az adománygyűjtéssel, hanem november elején elindítjuk, és azokat, akik gyerekjátékokat, cipősdoboz adományokat szeretnének adni azoknak, azoktól azt kérjük, hogy juttassák el hozzánk november 30-áig, hogy hát ilyen karanténba tudjuk tenni egy picit egy 10 napra az ajándékokat, ezzel is csökkentve a járványra. Aztán azt is kértük, hogy azt a bevált gyakorlatot, hogy tartós élelmiszer gyűjtenek, vásárolnak és elhozzák ide hozzánk, azt most mellőzzük, és próbáljuk meg, hogy aki erre szeretne szállni, az rendelje meg kiszállítással valamelyik áruházláncon keresztül, és ezek is érkezzenek meg időben. És ezt most leállítottuk 30-ával, és akkor most azt kérjük mindenkitől, hogy még a pótlásra, illetve a briketre és a logisztikára, aki tud, az pénzadományt küldjön, és ebből itt mi helyben próbáljuk meg holnap utántól a vásárlásokat és a csomagolásokat elindítani, és jövő héttől pedig a kiszállításokat. Az sem lesz egyszerű, mert nem tudunk közösségi rendezvényeket szervezni, falukarácsonyokat, iskola ünnepségeket, tehát minden hova felkereső jellegű szolgáltatással kell, hogy eljutassuk a csomagokat, és ez nagyon nagy munka lesz. Ráadásul ebben se szeretnénk túl sok külső embert bevonni, mert azzal megint csak növeljük a kockázatot. Szóval próbáljuk úgy csinálni, hogy a járványveszély ellenére is végig tudjuk vinni ezt a folyamatot, és tudjunk ajándékozni karácsonyt. A Klubrádió honlapján ott van, hogy pontosan hogyan lehet segíteni, közreműködni ebben az akcióban, tehát aki csatlakozni akar a dologhoz, ez a nemes kezdeményezéshez, az a Klubrádió honlapján is megtalálja, gondolom az Igazi Öngynek is van valamilyenféle tájékoztatója. Igen, bocsásson meg még, hogy könnyebb legyen ez a dolog, most fejlesztettünk a honlapunkra egy közvetlen karácsonyi ajándékozás gombot, és át fogom azt is küldeni, mert ott tényleg dönthet mindenki, hogy 1000-2000-5000 forintos összeggel támogatja ezt a dolgot, és itt sokkal egyszerűbb közvetlen elérhető az adományozás. Átküldöm ezt is, hogy egyszerűbb okay. legyen. Tudom, hogy ez hát, hogy mindenkinek az idő is pénz, és az is fontos, hogy ez gyorsan és kutakodás nélkül megtehessék. Hát igen, most akkor beszéljünk arról, hogy hogyan élnek, persze nyilván itt is nagy különbségek vannak, azok az emberek, azok a gyerekek, akik ezeket az ajándékokat megkaphatják majd. Nem tudok sok javulást elmondani az utóbbi években, inkább azt gondolom, hogy romló tendencia van. Mi két nagy csoportra bontottuk azokat a családokat, akiken segítünk. Az egyik csoportban a generációs szegénységben élők tartoznak. Gyakorlatilag ez egy olyan mély szegénységben élő társadalmi csoportot jelent, akik a hónap végéig az alapszükségleteket sem tudják egyenletes színvonalon biztosítani. A másik csoportban a lecsúszó szegényeket tesszük. Ők azok a családok, akikre
most a tavaszi időszak óta fokozottabban figyelünk, akik valamilyen ok miatt, és most ezek elsősorban a járvány elvesztették az állásukat, és a létbizonytalanságban ugyanolyan helyzetbe kerültek, mint amilyen helyzetben a generációs szegények élnek. Az ő számuk növekedett meg az utóbbi hónapokban, és hát nagyon sok megkeresést kapunk tőlük is, hogy bajban vannak, kizökkenti őket egy-egy gyerekgyógyszer, hogyha a gyerek megbetegszik, ha az osztályt most ebben az időszakban, ugye a középiskolások otthon vannak, de előfordult nagyon gyakran ebben a térségben is, hogy egy-egy osztályt kellett karanténba tenni, és bizony nem egy olyan megkeresés érkezett a új családoktól, akik eddig nem voltunk kapcsolatban, hogy most ott vannak, és alapvető élelmiszerekre lenne szükségük. Szóval mondjon valamit a mindennapi életről, mert az, hogy lecsúszó, szegény, nem jut neki, hát ezt így nagyon nehéz elképzelni, vagy nem is tudom, hogy nehéz-e. Szóval lehet, hogy plasztikusabb, hogyha beszél arról, hogy élnek, milyen lehetőségeik vannak, mi nem jut nekik, ami egy átlagos városi polgárnak természetes. Talán most egy hétvégi élményt hadosszak meg, hogy próbálunk több ponton is segíteni, és erősebben mentorálni azokat a családokat, akik teljesen kilátástalan helyzetben vannak, és miután sok családhoz, sok gyerekhez tudtunk Mikulás csomagot vinni péntek este, szombaton rákérdeztem az egyik anyukára, hogy délután, hogy vannak és mit főzött ma. És azt írta ez a négy gyerekes anyuka, hogy hát ma szalámis kenyeret ettek, meg a Mikulás csomagot, és hogy nagyon jól el voltak ebből. Tehát, hogy egy szombati ebéd egy négy gyerekes családban szalámis kenyér, és azt is tudom, hogy azért lett most ez, mert egyébként a Mikulás csomag mellé a családoknak tudtunk adni margarint is, és hát nyilván ezzel akkor így megoldották, és feltehetően, mivel még a családi pótlékot most kapták meg, most még került át szalámi is. A tüzelésről is hadd beszéljek, hogy azért ez a kétnapos jó idő, ez nagyon szerencsés volt, de az előtte levő hideg az kemény volt a családoknak, és azt onnan látjuk, hogy ilyenkor megindulnak a falvakban azok a talicskával, a biciklivel, vagy a kukába berakott nyersedékgyűjtés a felnőttek, és megpróbálnak tűzifát gyűjteni, árokfaltól elhagyott telekről, ezeket, amelyek nyáron felnőnek elhagyott telkeken, és akkor ezeket próbálják meg ezeket a nyersfákat felvágni. Ez is egy olyan elem, amit talán nehezen tudnak elképzelni azok, akiknek ez nem gond. Vagy mondjak ilyet, hogy már mi a villanyt, az elektromos áramot, azt ezekkel a kártyás villanyórákkal, és azzal, hogy a településeken a lakásutatási támogatást közvetlenül erre kapják, ezért ezt valamennyire lehet uralni, de még mindig elég, és a családok zömében nincs bevezetve, de ahova be van vezetve, szinte hetente kapunk olyat, hogy segítsünk, mert szűkítő tesz föl a szolgáltatóra. Itt is van egyébként ez a védendő fogyasztói státusz, most pont azon nyomozunk, hogy az önkormányzatoknál hogy tudnánk beemeltetni ezt, hogy segítsenek abban, hogy a védendő fogyasztói státuszt megkaphassák azok a családok, és akik szerencsésebbek, és be van vezetve a víz, ott azért most a téli, vagy a karácsonyi időszak, vagy a téli időszakra nem maradjanak víznél. Ilyen dolgok vannak, hát nyilván torokszorító volt a péntek este olyan családokba bemenni, ahol nyilvánvalóan látszik a gyerekeknek a dartán, hogy olyan hihetetlen örömmel visítva ugrálnak, hogy Mikulás csomagot kapnak, hogy érzi az ember, hogy ez nem egy bevett családi gyakorlat náluk. Hosszasan tudnék ezekről mesélni. Nehéz pillanatokat élünk át, és nem szeretném, hogyha azt tudnák megérteni az emberek, hogy akik messze vannak tőle, hogy itt nem ilyen személyes döntésekről van szó, hanem egyszerűen egy olyan rendszer működik, amiben ezek a családok képtelenek változtatni az életstratégiájukon. És hogyha nem nyújtunk ebben segítséget nekik, akkor nem lesz változás. Most én is azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mondhatnék egy pozitív dolgot,
hiszen kormányzati részről indult egy felzárkózó települések program, amiben a tervek szerint majd 300 letakadó településen próbálnak meg egy olyan felzárkóztató programot elindítani, településfejlesztési programot elindítani, ami változtathat ezeknek a családoknak az életén. Mi is bekerültünk ebbe a programba, Toldal, és hát nagyon jó, hogy a Toldi programra kapunk plusz támogatást ebben. És azon kezdtem el gondolkodni tegnap, talán egy újságírói riport kapcsán ő kérdezett rá, és utána, hogy tulajdonképpen ez nagyon dicséretes, de hogy tudunk-e hosszú távú megoldást adni, hogyha a rendszer ilyen marad. Tehát ha a rendszer nem kiegyenlítő, ha marad a szegregált oktatás, ha marad az, hogy a családtámogatások a jobb társadalmi státuszokra fókuszálnak, ha marad a közmunkarendszer, akkor tudunk-e olyan változásokat előidézni ebből a pályázatból, ami tartósan segít, hogy ezek a közösségek, családok, települések ne szakadjanak le véglegesen. Hát gondolom, itt két dolog van. Nyilván nagyon lényeges, hogy felzárkózhassanak valahogyan ezek a családok, hogy kikerüljenek ebből a csapdából, de hát addig sem szabad éhen halniuk, a szószoros igen, értelmében sem, meg hát nyilván azért annál kicsit talán többre méltóak, mint hogy épp, hogy az életüket fönntartassák valahogy. Igen, tehát biztos, hogy igen. Bocsánat, az, hogy többre méltóak, ahhoz is most hagy hozzak, hogy mennyire, egy példát, hogy mennyire fontos lenne a helyzetbeoltásuk. Azért Toldon, ami egy nagyon leszakadt és nagyon problémás település volt évek óta, azt hiszem a hatodik éve, azok az anyukák szervezik meg a karácsonyi műsort és a karácsonyi ünnepséget a mi segítségünk nélkül, akiket helyzetbe hoztunk. Most nyilván ezt nem tudjuk megoldani, mert nem lesz közösségi rendezvényünk, de képzelje el, hogy az egyik anyuka most is összefogta a gyerekeket, szinte minden gyereket bevont a egy-egy vers betanulásába, és megcsinálják azt, hogy telefonnal fölveszik ezeknek a gyerekeknek a verselését, dalait, és ebből összevágunk egy kis filmet, amit föltöltünk a Toldi Asszonyok Facebook oldalára, hogy egy picit azért az ünnepnek az örömét így is átélhessük a gyerekeken keresztül. Na most ezt tehát hogy olyan emberek vannak, akik képesek ezt megcsinálni, úgy, hogy ez az anyuka is hatosztályt végzett, de van benne erő, és neki az élethelyzete hozta azt, hogy ő itt megállt, nem pedig az, hogy a képességei alapján nem lett volna többre képes. Tehát, hogy elfecséreljük ezeknek az embereknek a tehetségét, a tenni akarását, azzal, hogy gyakorlatilag hagyjuk őket ebben a szocializációban. Hát igen, és azért halljuk rendszeresen, hogy például az olyan segítő szervezeteket, mint az önök, és hát nem feltétlenül teljes erejéből támogatja az a kormányzat, amelyiknek kátlástalanul állnak a milliárdok rendelkezésére, még egy foci stadion kell. Biztos, hogy ez így van, és hát ugye azért a szeptemberi kiegészítő támogatás elvonásunk, ami minket, Iványi Gáborékat és a Ámbétkát érintette, azért nagyon elgondolkodtatott, és én nem találok rá épeszű indokot, csak egyszerűen azt, hogy magunkkal a működésünkkel mutatjuk és kommunikáljuk, és láthatóvá tesszük az állam működési hézagait, és ehhez a sikerkommunikációhoz nem illeszthető. Mert annyi szálon támogatjuk a rendszert azzal, hogy ezeket a családokat, gyerekeket, intézményeket próbáljuk segíteni, képviselni őket, ezt az egész ügyet az itteni rendszerben, hogy mi sokszorosát adjuk vissza annak, amit egyébként támogatásba kapunk. Azért a mi társadalmi beágyazottságunk itt az intézményrendszerben erős, és én ebben nagyon hiszek, hogy nekünk a partnereink 15 éve is ugyanazok a családsegítők, védőnök, pedagógusok voltak, akik itt élnek, és cserélődhet a politikai vezetés, nekünk össze kell fogni és segíteni azokon, akik a rejtőn vannak, vagy már a gödör mélyén, és sok munkánkba tett, mire ezt megértették itt, hogy mi tényleg segítő szándékkal állunk ebbe az egészbe bele, és most már nagyon szép összefogásaink vannak akár a rendőrséggel, akár a gyerekjóléttel, családsegítőkkel, iskolákkal, óvodákkal, önkormányzatokkal, hogy tudunk itt együtt dolgozni, de az biztos, hogy az ő működésüket, az intézményrendszer protokollját is mindig a szakpolitika határozza meg, és hát ott vesztésre állunk, ez biztos, hogy így van. Köszönöm szépen Elitok Nórának, akkor mondjuk el még egyszer, hogy milyen segítséget várnak, és hol lehet erről pontos információt kapni.
Rendben, tehát most azt kérnénk, mivel a vírusos időszakban már nem szeretnénk tárgyi adományt, élelmiszert, játékot fogadni, hogy aki tud, az pénzben támogasson bennünket, és itt mi még megvásároljuk a hiányzókat, felmérjük, hogy olajból, száraz tésztából vagy konzervből van kevés, hogy a 12 éveseknek hiányzik-e valamilyen ajándék a fiúknak vagy a lányoknak, és mi ezeket ezekből az összegekből szeretnénk bepótolni, és szükségünk van arra is, hogy a benzinköltséget tudjuk fedezni, mivel most itt a környéken, ezen a 27 településen gépkocsival sorba végig kell járjuk a családokat. Ehhez adunk segítséget azzal, hogy megosztjuk a Klubrádió honlapján, és azt a számlaszámot, amin közvetlenül lehet a honlapunkon keresztül utalni a részünkre. És nagyon szépen köszönöm, hogy az idén is mellettünk vannak a Klubrádió is, és a Klubrádió hallgató is. Végtelenül hálásak vagyunk önöknek. Önök nélkül nem menne. Hát a hallgatóknak nem is, nem nekünk, ez a minimum, hogy amit megteszünk, ameddig megtehetünk, segítünk, ha már itt tartunk, akkor mi vagyunk hálásak önnek, hogy ezt csinálja, és van ereje hozzá. Köszönöm szépen Ritók Nórának, viszonthallásra. Köszönöm szépen, mindenkinek. És akkor hát többé-kevésbé a végére értünk. Egy fontos évfordulóról, egy nagyon szomorú évfordulóról nem emlékeztünk meg, ha jól számolok. Akkor 40 évvel ezelőtt gyilkolták meg a kortárs művészet egyik legfontosabb és legszerethetőbb szereplőjét, John Lennont New Yorkban a Dakota ház előtt, aki, hát az én nemzedékem az emlékszik rá, hogy micsoda nagy felindulás, dráma, tragédia volt ez sokunk számára, aztán ráadásul az én Imagine lemezemet még Novák Eszter kölcsön is kérte ebből az alkalomból, és nem is emlékszem, hogy mikor mennyi idő múlva kaptam vissza, úgyhogy talán, hogyha egy kicsit több időnk van, mert 4 óra sem elég mindenre, akkor John Lennonról is megemlékeztünk volna alaposabban is. Na, ami a fontos, hogy aki tudja, tehát segítse az Igaz Gyöngy Alapítványon keresztül azokat az embereket, akik erre igazán rászorulnak, és érdemesek Ritók Nóráik szervezésében. Még egyszer elmondom, hogy a Klubrádió internetes oldalán is, tehát klubrádió.hu oldalán is megtalálja az ehhez szükséges valamennyi információt, ahogy az Igaz Gyöngy Alapítványnál is. Legalább ennyit tegyünk meg, ha ennyit megtehetünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak ma reggel Józsa Péter, Ricsovics Kinga, itt a stúdióban Jávor Dénes és a mindig kitűnő szerkesztő Bálint Judit, Nisi Jánost hallották. A viszonthallásra!